Augusztus 20-a Magyarország Nemzeti Hivatalos Állami Ünnepe, az államalapítás és az államalapító Szent István király emlékére. Mint ahogy az ország szinte minden települése, városunk is készül az ünnepre. Nagyon sok szeretettel várunk mindenkit augusztus 20-án a szabadtéri katolikus szentmisére a Petőfi szobor mellé, ugyanis nagyon szeretjük azt a helyet, mert fákkal övezett terület, szabad levegőn lehetünk közösen együtt, és egy kellemes délelőttöt tölthetünk el abban a méltó ünnepi körben, amely ezt a napot lengi körül. Augusztus 20-án 9 óra 30 perckor kezdődik az ünnepi szentmisa a katolikus templom melletti téren. Tóth Tibor katolikus plébános lesz az, aki azt Szentmisét fogja celebrálni, illetve a katolikus énekkar készül továbbra is a megszokottakhoz méltóan, ünnepi műsoron, aminek a keretén belül kenyérszenteléssel és borádással is készülnek. 10 óra 30 perckor ünnepi beszédet mond Domonyi László polgármester. Ez idei évben is szeretnénk megajándékozni azokat a hozzánk ellátogatókat, ellátogatókat egy-egy falat kenyérrel és egy-egy korty kiskörös város borával, mint ahogy az elmúlt években is szoktunk. A kenyeret a király csemege biztosítja számunkra, gyönyörű nemzeti színű szallaggal fogjuk körbekötni, és így fogja megáldani a Tiboratja. Eső esetén az ünnepséget a katolikus templomban tartják. 12 órától pedig immár hetedik alkalommal lesz lehetőség arra, hogy Kiskőrös Város Önkormányzata, a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és a Kunság Média Nonprofit Kft. szervezésében a város kemencéjénél mindenki elkészíthesse a saját új kenyerét. Akik nem szeretnének kenyeret sütni, azok délután a város kemencéjénél kóstolót kaphatnak a friss kenyerekből.